Lewis Hamilton és Max Verstappen elképesztő csatájáról szólt ez az év. Forma 1-el folytatjuk, üdvözlök mindenkit, aki ezt a videót nézi. Hát elképesztő volt ez a VB finálé, ugye volt még nekünk két versenyünk, ez a Szaúd-arábiai és az Abu Dhabi verseny. Abu Dhabiba pont egyenlőséggel érkezett Verstappen és Hamilton, ugye 369 és fél pontjuk volt mindkettőjüknek, tehát holt versenyben vágtak neki. Olyan hirtelen halállal végződött ez a Abu Dhabi verseny. De előtte volt még nekünk ez a Szaúd-arábiai nagydíj. Ugye, hát egy, azt kell, hogy mondjam, egy nagyon, nagyon jó pálya lett ez a Jeddai. Nagyon jó pályát húztak föl, nekem nagyon tetszett. Elképesztő gyors kanyarok, beláthatatlan kanyarok, korlátok között tényleg szerintem borítékolhattuk, hogy itt jó versenyt fogunk látni. Én ezt a pályát Szingapurhoz tudnám hasonlítani. Ott is ilyen korlátok között mennek, meg sötétben, ugye villanyfény mellett. Na de volt még egy kérdésünk, hogy Verstappen behúzza-e a VB címet Szaúd-Arábiába. Ugye itt a táblázatot látjuk. Ugye erre akkor lett volna esély, hogyha Verstappen nyer, ővé a leggyorsabb kör, és Hamilton a hatodik, vagy annál lejjebb végez. Vagy első, nincs leggyorsabb kör, első, és Hamilton a hetedik, vagy rosszabb helyezést ér el. Ugye volt egy olyan verzió, és egy második, és ővé a leggyorsabb kör, de akkor viszont Hamilton csak tizedik lehetett volna, vagy nem szerzett volna pontot. Illetve második lett volna Verstappen, bónuszpont nélkül, és Hamilton nem szerez pontot. Hát erre igen kicsi volt az esély, úgyhogy szerintem ez így nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt, hogy holt versenyben érkeztek a Abu Dhabi versenyre. Ugye ilyen utoljára a 72-ben fordult elő, Emerson Fittipaldi és Clay Regazzoni. Ők érkeztek így holt versenybe az utolsó versenyre. Na de volt nekünk ez a Szaúd-arábiai Jeddai verseny, ami nagyon izgalmas volt. Ugye három álló rajtunk volt, és már az időmérő edzésen is volt izgalom. Ugye Leclerc, ő is szépen odaverte az autóját, itt láthatjuk a képen. Aztán az időmérő végén Verstappen is oda csapta a Red Bull-t. Pole pozíciót ért volna a köre, de mivel hogy hibázott, így Hamilton rajtolt az érről. Itt pedig a rajtot láthatjuk, ez azt hiszem, ez a harmadik rajt volt. Ugye három álló rajt volt Szaúd-Arábiában. Az elsőnél azt hiszem Hamilton eljött szépen. A két Mercedes fordult el első két helyen, Verstappen maradt a harmadik. Aztán a két Mercedes kiállt kereket cserélni. Ugye csináltak egy double stacket. És aztán jött Mick Schumacher, szépen oda csapta az autóját, ugyanúgy, mint Leclerc az időmérőn. És ugye beküldték a safety cart, Verstappen kint maradt, és így az élre került, aztán jött a piros zászló, és így Verstappen ingyen cserélhetett kereket. És aztán jött a második rajt, ahol ismét baleset, itt Leclerc-et láthatjuk, hogy összeütközik Perezzel. A rajtnál viszont Verstappen és Hamilton megint összecsapott. Ugye Hamilton jól kapta el a rajtot, és Verstappen mindent megpróbált, hogy az élen maradjon, de mégis is ez sikerült neki, de aztán ugye később ebből is lett vita. És aztán jött ez a baleset, aztán még ugye Mazepin is belerohant Russellbe, aztán újabb piros zászló, és ez azt hiszem, ez volt a második rajt, amit most a képen látunk. Miatt Verstappen nem engedte Hamiltont. És aztán itt egy kicsit kiterelte Hamilton. És ennek ugye az lett a vége, hogy
még Ocon is elment Hamilton mellett, ugyanis aztán történt ez a baleset, ugye Leclerc Perez baleset, aztán a Mazepin Russell baleset, és aztán jött a piros zászló. És aztán elrajtoltak harmadszor is álló rajta. És ott ugye Verstappent hátrébb sorolták. Verstappen a harmadik helyről indult. Ugye Ocon indult az élről a harmadik rajtnál. Hamilton volt a második, Verstappen a harmadik. És ott Verstappen egy elképesztő rajta ismét az élre került. És aztán itt ez a verseny egyik legnagyobb jelenete, amikor ugye Verstappennek szóltak, hogy engedje el Hamiltont. Aztán lelassított Hamilton is lelassított, mondjuk én ezt nem értem, hogy miért nem ment el mellette egyből, és aztán összeütköztek. És aztán később Verstappen pályalevágásért, jogtalan előszerzésért kapott 5 másodperces időbüntetés, és aztán mégis már utána nem is kellett volna, hogy elengedje Hamiltont, aztán mégis elengedte, tehát volt káosz rendesen. Ugye itt van ez a pillanat, amikor Verstappen ugye előbb elengedte Hamilton, aztán itt visszaelőzte, aztán megint elengedte, de akkor viszont már nem kellett volna, hogy elengedje, én úgy tudom. És aztán Hamilton elment és megnyerte a versenyt, tehát Hamilton győzött Szaúd-Arábiában, Verstappen lett a második, és úgy vágtak neki aztán, így lett a pont egyenlőség. Ugye 369,5 pont holt versennyel vágtak neki a Abu Dhabinak. És itt pedig a szaúd-arábiai nagydíj végeredményét láthatjuk. Ugye Hamilton tehát nyert, 2 óra 6 perc alatt futott be a két piros zászlónak köszönhetően. Ugye Verstappen előbb kapott egy 5 másodperces időbüntetés, aztán a verseny után kapott még 10 másodpercet, én úgy emlékszem, hogy aztán a verseny végén adták hozzá az idejéhez, és akkor úgy lett több mint 21 másodperccel Hamilton mögött. Bottas az utolsó, a célegyenesben befutónál megelőzte Ocont, tehát Ocon végül is csak negyedik lett, Ricardo 5., Gasly 6., Leclerc 7. lett, de Leclerc szépen megúszta azt az ütközést Perezzel, aztán Sainz 8, Giovinazzi 9, Norris 10, tehát ők a pontszerzők. Na, de térjünk át akkor Abu Dhabira. Ugye 369,5 pont holt versennyel kezdték tehát meg az Abu Dhabi nagydíjat a Yas Marinai pályán. És ugye itt az Abu Dhabi pályát láthatjuk. A két nagyobb módosítás és két nagyobb módosítás történt ugye a pályán. Ugye az egyik módosítás az első szektorba. Ugye ott a fehér vonal jelzi a régi pályavonalat, a piros pedig az újat. Ugye ott ezt az első szektor, azt a sikánt, azt ott most nem teljesítették, hanem egy ilyen balkanyarral csinálták meg, és akkor úgy fordultak rá a hosszú egyenesre. És aztán ez a második szektor vége, vagy a harmadik eleje, nem tudom, van, hogy a második és harmadik szektor határán ott ezt a csikis-csikis részt egy ilyen nagyívű balkanyarra alakították át, tehát így gyorsult a pálya. Verstappen szerezte meg a pole pozíciót Abu Dhabiban, Hamilton rajtolt azért, Hamilton a második helyről rajtolt, de a rajtnál, amint látjuk a képen, Hamilton lerajtolt a Verstappent, és ez pedig az első körben, a hosszú egyenes végén Verstappen megpróbálta ugye visszavenni az első helyet, és itt kiterelte Hamiltont, tehát tisztán nem tudta megcsinálni az előzést, így Hamiltonnak le kellett vágnia a pályát, és úgy jött vissza az első helyre. Ugye Hamilton ezért nem kapott semmit, mert hát jogosan vágta le a pályát.
És itt pedig azt látjuk, hogy amikor Hamilton és Verstappen már túl volt az első kiálláson, Perez viszont kint maradt, és Hamilton utolérte Perezt, azt hiszem 8 másodperc előnye volt már akkor Hamiltonnak, és akkor már ugye ezonos keverékre kerültek Verstappennel, és itt Perez elképesztő csatát vívott Hamiltonnal, és ott látjuk a háttérben, hogy Verstappen szépen felzárkózott Hamiltonra, szépen ilyen 1-2 másodpercre sikerült visszajönni a Verstappennek, ugye Hamilton csatában bonyolódott Perezzel, és emiatt bukott jó pár másodpercet. És aztán itt a verseny végén, ami eldöntötte a világbajnoki címet, ugye Latifi a falba tette az autót, és aztán megküldték a safety car-t. Itt van Nicholas Latifi az ember, aki eldöntötte a világbajnoki címet, aztán még a versenyigazgatóság is rátett egy lapáttal. Na de mindegy, hát erről megosztanak a vélemények, most ebben nem megyek bele. És itt pedig azt látjuk, hogy már bent van a safety car, és Hamilton mögött még ott vannak a lekörözött autók. Ugye Verstappen kiment lánygumikért, Hamilton kint maradt a keményeken, hát már jó alaposan elkoptatott kemény gumikon. És aztán jött a race control, azon a versenyigazgatóság. Kiírták ezt a feliratot, hogy ugye nem előznek, nem mennek el a lekörözött autók, nem előznek. És aztán jött ez a felirat, hogy mégis előznek, tehát elengedik a lekörözött autókat Hamilton mögül. Ugye ez 4 autó, azt hiszem. 4 vagy 5 autó volt Hamilton és Verstappen között. És aztán mégis elengedték őket. És Hamilton és Verstappen közül eltűntek az autók. És itt már Verstappen van Hamilton mögött. És itt már Hamilton látta, hogy nagy a baj. Hogy lehet, hogy ezt elbukja ezt a VB-t. Ugyanis Verstappen ott volt mögötte az új lánygumikon. Hamilton kint maradt a kemény keveréken, és hát egy esélye nem volt, hogy csatával bonyolulja Verstappennel. És itt pedig az a pillanat, amikor eldőlt a világbajnoki cím, ugye itt előzi Verstappen Hamiltont, már rögtön az első szektorba meg is támadta. Nem az oké? Nem, mert itt Hamilton, de mindegy. Lényeg az, hogy az első szektorba Verstappen simán megelőzte Hamiltont, aztán Hamilton még visszatámadt a hosszú egyenesbe, ugye szélárnyékból, de utána nem volt esélye a használt gumikon, hogy Verstappennel maradjon, aztán Verstappen ott is hagyta Hamiltont, ilyen 1-2 másodpercre. És hát Verstappen megnyerte a világbajnokságot, ugye Verstappen futott be elsőnek. Itt pedig azt látjuk, hogy amikor Hamilton sportszerűen gratulál Verstappennek. De hát aztán ebből még volt cirkusz a végén, hogy mégis elengedték, meg hát úgy volt, hogy nem engedik el, aztán mégis elengedik. A Mercedes két óvást is benyújtott, de aztán végül is nem lett belőle semmi. Itt pedig a dobogó Verstappen, Hamilton, Sainz, szegény Sainz-szal szinte senki nem foglalkozott, hogy ő harmadik lett. De hát itt a dobogó, a világbajnok, tehát Verstappen lett. Hamiltonnak tehát nem sikerült a 8. cím, így továbbra is holt versenyben Schumacherrel. Tehát Schumacher rekordja nem dőlt meg. Itt pedig Verstappen, 2021 világbajnoka. És hát innen indultak, ugye holt verseny, és hát ez lett a vége. Verstappen 3.95 és féllel világbajnok lett, Hamilton a második helyre jött be, és 3.87 és fél ponttal második lett. Itt pedig az Abu Dhabi nagydíj végeredménye. Verstappen másfél óra alatt nyerte meg a versenyt. Hát ugye végig Hamilton uralta a versenyt,
aztán végére jött a dráma, és aztán 2,2 másodperccel futott be Hamilton a második helyen, Sainz 3, Yuki Tsunoda negyedik, ez meglepetés, Gasly 5, Bottas csak 6. utolsó Mercedes-es versenyén, Lando Norris 7, Alonso 8, Ocon 9, és aztán még Leclerc a pontszerző. Verstappen pedig a győztes, és ezzel a világbajnoki pedig a dobogó, Verstappen, Hamilton és Sainz. És nézzük tehát a világbajnokság nem állását, hanem ez már a végeredmény. Ugye Verstappen tehát 395,5-lel világbajnok, Hamilton 387,5, Bottas már nagyon nagy lemaradással 226, Perez 190-nel lett a negyedik, Sainz 164,5-lel, Norris 160, Leclerc 159. Sainz első Ferrari-s idényében több pontot szerzett, mint Leclerc. Nem sokkal, nagyjából szerintem egy szinten van a két pilóta. Ricardo 115 pont, van a 8. Ugye Ricardo nyert egy versenyt Olaszországban, azzal felugrott a 8. helyre, Gasly 110 és Alonso 81 pont. És aztán itt a további sorrend, Ocon, Vettel, Stroll, Tsunoda, Russell 16 pontot szerzett, Räikkönen, aki ugye visszavonult, 10 pontos, Latifi 7, Giovinazzi van még 3 ponttal, ugye ő is elhagyja a Forma 1-et, ő azt hiszem megy a Formula E-be, Mick Schumacher és Mazepin, ők ugye nem tudtak pontot szerezni, tehát a Haas az szerintem semmire nem volt jó. És akkor nézzük a konstruktőrök versenyét, a végeredményt. Toto Wolff a champion, tehát a Mercedes csapat behúzta a konstruktőrök világbajnokságát, de ez igazából senkit nem érdekel, mindenki a egyéni világbajnokra emlékszik, tehát 2021 világbajnok a Verstappen, de a Mercedes behúzta a címet 613,5 ponttal, a Red Bull 585-tel, Ferrari 323-at, már nagyon nagy a lemaradás, tehát ez a két csapat egy másik dimenzióba versenyzett. McLaren 275, Alpine 155-tel, Alfa Tauri 142, Aston Martin 77, Williams 23, Alfa Romeo 13, és a Haas tehát nem szerezett pontot. És itt pedig a 2021-es idény győzteseit láthatjuk, itt föl vannak sorolva a versenyek, és hogy azt a versenyt kinyerte. Itt Okont és Ricardo-t láthatjuk, a két meglepetés győztes 2021-ben. Ugye Okon nyert a Hungaroringen, egy nagyon izgalmas magyar nagydíjat láthattunk idén. Ricardo-nak sikerült megnyernie az olasz nagydíjat, az is egy jó verseny volt. Az első versenyt ugye Hamilton nyerte Bahreinben, az Emilia Romagnát Verstappen, az is egy nagyon jó verseny volt. Portugáliában Hamilton, spanyol nagydíjat is Hamilton. Aztán jött egy Red Bull sorozat, ugye Monakóban Verstappen, Azerbajdzsánban Perez, Franciaország és a Steyr nagydíj, aztán jött az osztrák, ezeket Verstappen nyerte, ott triplázott Verstappen, brit nagydíjat Hamilton nyerte, ott ugye ott között össze Verstappennel, ugye magyar nagydíjat tehát Ocon nyerte, ahogy mondtam az előbb, az is egy nagyon jó verseny volt, Belgiumban Verstappen, a holland nagydíjat, hazája nagydíját Verstappen meg tudta nyerni, ugye Olaszországban Ricardo, orosz nagydíjat Hamilton, ott ugye Norris nyerhetett volna, de nincs olyan, hogy volna, az is egy nagyon jó verseny volt, hogy ott a végére leesett az eső. Aztán volt egy török nagydíjunk, amit Bottas nyert, ugye tavaly meg össze-vissza forgott Bottas a török nagydíjon, idén sikerült megnyernie. Amerikai nagydíjat Verstappen, Mexikóban is Verstappen győzett, Brazíliában Hamilton, Katarban Hamilton, Szaúd-Arábiában is Hamilton, tehát ő is
triplázott, és aztán Abu Dhabi, ahol eldőlt a világbajnoki cím az utolsó körben, ott Verstappen. Itt pedig Lewis Hamilton-t láthatjuk, aki tehát a világbajnokság második helyezettje. Itt pedig Max Verstappen, aki a 2021-es év világbajnoka tehát. Ezen szerintem lehet vitatkozni, megosztanak a vélemények, hogy jogtalanul lett világbajnok, de így hozta az élet. A célvonalat ősszel, tehát elsőnek, tehát ő a világbajnok. Ezen már szerintem nem érdemes rágódni. A történelem megismételte önmagát, ugye 2005-ben Schumacher se tudta megnyerni a 8. címet. Ugye ott, de mondjuk ott 2005-ben nem volt ilyen hatalmas csata, 2005-ben azért a Ferrari gyengélkedett, ott ugye Alonso inkább Räikkönennel volt csatában egy ideig a világbajnoki címért, de 2005-ben Alonso megszakította Schumacher nyerősorozatát, ugye Schumacher nagyon nagy sorozatot csinált, ugye 2000, 2001, 2002, 2003 és 2004, ugye 2004-ben szerezte Schumacher a 7. címet, és ott Alonso megszakította ezt a sorozatot, és most Verstappen szakította meg ezt a sorozatot, és Hamilton nem lett 8-szor világbajnok, ahogy Schumacher se lett 8-szor világbajnok 2005-ben. Tehát a történelem megismételte önmagát. Szerintem jó, hogy egy új világbajnoka van a Forma 1-nek, Verstappen személyébe. Ott lesz 2022, ott újra összecsaphatnak. És itt pedig Verstappent láthatjuk, aztán az az FIA gálán készült kép a világbajnoki trófeával. És ez egy régebbi kép, ez egy 2014-es kép, ahol ugye Hamilton nyert először világbajnokságot a Mercedes-el, középen Toto Wolff, aztán jobb oldalt Rosberg. Ezt a képet azért raktam be ide, hogy még Hamilton mennyire máshogy nézett ki, ilyen rövid hajjal, meg nem volt így kitetoválva, hát most teljesen máshogy néz ki. Na mindegy, csak ezért raktam be ezt a képet, hogy mennyit változott Hamilton, a stílusa is, meg úgy minden. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Itt pedig Christian Horner, a Red Bull csapatvezetője, Jenny Halliwell-el, most már Jenny Horner, a Spice Girls egykori énekesnője. No, hát ez lett volna ez a kis videó. Erről az elképesztő VB fináléről egy kis ilyen kibeszélőnek szántam. Úgyhogy most jön a holt szezon, aztán 2022-ben ismét már akkor egy újfajta autókkal, másmilyen szabályokkal. Hát kíváncsi leszek 2022-re is, hogy milyen lesz. Nagyon remélem, hogy egy ugyanilyen izgalmas évet láthatunk majd. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, lájkoljátok, és feliratkozhattok a csatornámra is, ha van kedvetek. Lesz még videó, valamilyen témával, azt nem tudom, de a következő videóban találkozunk. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, és boldog karácsony mindenkinek, ugyanis karácsonykor vettem fel ezt a videót. Sziasztok, ciao!